Most Harangozó Gábor István képviselőnek adom meg a szót az MSZP részéről. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak. Hát én most nem elméletről fogok beszélni, hanem ha úgy tetszik, akkor egy esettanulmányon keresztül szeretném megmutatni, egy Somogy megyei esettanulmányon keresztül, hogy milyen jól is működik az az egészségügyi rendszer, amiről itt önök órákon keresztül beszéltek, hogy milyen nagyszerűen alakították át, mennyi pénzt raktak bele, és milyen fantasztikus eredménnyel. 2013-ban született egy döntés, mely szerint a Marcali Kórházat integrálták a kaposvári-kaposi Mór kórházba, és hát amikor ez a döntés született, akkor idézném, ebben az ügyben többször interpelláltam a minisztériumot is, kérdést is írtam, és az egyik interpellációmra Rétvári Bence államtitkár úr azt találta válaszolni, hogy ennek az volt az oka, hogy alapvetően magas minőségi, magas színvonalú, azonos hozzáférésű esélyű betegellátást akarnak nyújtani mindenki számára, hogy ne legyen ebben különbség az ország különböző pontjaiban. Ez volt az egyes indok. Kettes indok, hogy annak a 250 millió forintos szállítói tartozásnak, amely a kórházban fölhalmozódott, a kórház részéről nem látták esélyét, hogy ezt valaha is ki tudják egyenlíteni. És hát harmadsorban pedig a megfelelő minőségű és biztonságos ellátáshoz szükség van egy új CT berendezés beszerzésére is, és hát ezt sem tudja a kórház önállóan megvalósítani. És hát alapvetően ez hasonló indokokat még egy kicsit hosszabban kifejtve mondott el Rétvári Bence. Na nézzük, mi történt azóta. Tisztelt képviselőtársak! Azóta a Marcali Kórházban jelenleg, miután a kaposvári kórházhoz kerültek át, jelentős számú orvos elhagyta a kórházat, mert vagy Keszthelyre mentek át dolgozni, vagy Kaposvárra mentek át dolgozni, vagy egyszerűen elmentek külföldre, és hát jelenleg azt kell, hogy lássuk, hogy a kórház gyakorlatilag nagyon súlyos létszámhiánnyal küzd, megszűnt a gyermekosztály, az ortopédián heti egy alkalommal van már csak rendelés, az urológián heti egy alkalommal van rendelés, a cukorbeteg gondozóban heti két alkalommal, a szemészeten heti két alkalommal, több hónapos várólisták mellett, az onkológián heti két alkalommal, a reumatológián pedig heti három alkalommal valósul meg mindössze rendelés. És nézzük meg, hogy mi történt az adósságállománya, mert hogy nyilvánvalóan ebből kiderül, hogy jobb a színvonal nem lett, egyenlőbb hozzáférés nem lett, mert hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz a Marcali és környékben élő emberek nem férnek hozzá. Kaposvárra kell beutazniuk, ahova egyébként nincs normális közúti összeköttetés, mert útbiztost azt tudtak kinevezni, csak éppen utat nem tudnak hozzáépíteni, hiába hirdették meg a nagy útépítő programjukat. Tehát akár egy-másfél órás utazásba is telik, meg hát a tömegközlekedés is olyan, amilyen, tehát akár egy napos programba telik, hogy valaki ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vegye, tehát nem igaz az az indok, hogy jobb szolgáltatás lenne. Mi történt az adósságállománnyal? Hát a kaposvári kórház főigazgató asszonya egy 2016. április 13-án kelt képviselő interpellációra adott válaszában arról tájékoztatott minket, hogy a Marcali Kórháznak immáron évi 500 millió forintos, nem 250, hanem a duplája, 500 millió forintos tartozása van, amióta Kaposvárhoz integrálták, tehát nem csökkent, duplázódott a kórház adósságállománya, annak ellenére, hogy szinte mindent átvittek Kaposvárra. Tehát hát ez az indok sem nagyon jött be, ez se lett valami hatékony. Ami a megyét illeti, rákérdeztem a megye adósságállományára, kórházak adósságállományára, ami 2016. február 12-én Kaposvárra nézve 1,5 milliárd forint volt, a Siófoki kórházban nézve 340 millió forint, és a Nagyotári kórházban nézve 260 milliárd forint, tehát több mint 2 milliárd forint. Hú, de nagyon jól működő rendszert sikerült csinálni önöknek, gratulálok hozzá. Aztán ezen kívül arról tájékoztatott minket főigazgató asszony,
hogy az intézmény sem bérezésben, sem egyéb juttatásban nem tud versenyre kelni a külföldön jellemző lehetőségekkel, ezért nem is látnak lehetőséget arra, hogy a helyzetet megoldják. Aztán arról tájékoztatott, hogy a CT készülék 100 millió forint nagyságrendű beruházásba kerülne, és hát ehhez sajnos kell szakképzett kolléga is, aki ezt tudná működtetni, de a radiológusok száma változatlanul egy, és hát az a helyzet, hogy most már a CT-s kolléga úgy tűnik, hogy Kaposvárról is elmegy, tehát ott is kérdés, hogy hogy fogják tudni megoldani. Marcaliban nem lesz CT, hiába kaptak rá beruházási pénzt, mert nincs hozzá ember, és most már talán Kaposváron sem lesz. Nagyszerű, tényleg nagyon jól működik a rendszer, amit összeraktak. Aztán arról tájékoztat, hogy a személyzeti szakrendelésre jelenleg Kaposváron is 6 hónapot kell várni, tehát ne panaszkodjunk, hogy Marcaliban is 6 hónapot kell várni. Aztán a szülészetet azért kellett bezárni, mert 2012-ben önök hoztak egy döntést arról, hogy ahol nem éri el az éves születésszám az 500-at, ott már pedig nem lesz szülészet. Ugye ezzel akarják elősegíteni a demográfiai növekedést, hogy majd a Marcali környékéről el lehet menni Kaposvárra, meg egész Somogy megyéből. Nagyszerű, ez is egy nagyon jól működő intézkedés. Tisztelt hölgyeim és uraim, csak hogy rövidre zárjam a mondókámat. Addig, amíg önök nem fogják megemelni az egészségügyben dolgozók bérét, legalább azonnal 50%-kal, és legalább a hiányzó 600 milliárd forintot nem teszik bele az egészségügyi rendszerbe, addig itt mindenféle elméletekről fogunk beszélni, de nem fog működni, amit csinálnak. Pedig lenne rá fedezet, ugyanis bár Magyarországot önök folyamatosan azt hirdették, hogy nagyon jól teljesít, a régiós átlag az elmúlt 6 évben 20%-os GDP növekedés volt Magyarországon, 9,5%, de tisztelt képviselőtársak, ez is plusz 3000 milliárd forint. Aztán önök beszántottak 3000 milliárd forintot a magánnyugdíj pénztárakból, az 6000 milliárd forint. És akkor miért nincs pénz az egészségügyre? Hol van a pénz, tisztelt képviselőtársak? Hol van a pénz, államtitkár úr? És még egy adatot akkor hadd mondjak el. A tavalyi KSH statisztikák szerint Somogyban az egészségügyi fizikai dolgozók nettó átlagbére 57.580 forint. Van pofája Matolcsinak itt elmondani a parlamentbe az, hogy neki joga van 5 millió forintra megemelni a fizetését, mert ő megdolgozott érte. Ezek az emberek mit érdemelnek? Kevesebb, mint 60.000 forint nettót? És mit érdemelnek a somogyi emberek? Mit érdemelnek Marcaliba? Hogy ők mindent átraknak Kaposvárra, és azt se finanszírozzák meg? Ez az egyenlő hozzáférés a mindenkinek a semmit. Szégyeljék magukat. Ez nem egészségügy, ez nem kormányzás. Önök ellopják a pénzt, hazaviszik és tönkreteszik az országot. Köszönöm, hogy meghallgattak.